Javában folynak a munkálatok a Part utcán elhelyezkedő Aqua Hotel felújításában. A létesítmény tavaly nyáron új tulajdonoshoz került, aki szilveszterig működtette is a szállót. Műszakilag és esztétikailag nem volt megfelelő a hotel, úgyhogy az üzemeltetés első fél évében gyűjtött tapasztalatok alapján azokat javítják ki. Az új vezetés a felújítással igyekszik olyan környezetet teremteni, ahol minden vendég jól érzi magát és szívesen visszatér a városba. Bővítünk is rajta annyit, ami funkcionális hiba volt, hogy nem volt megfelelő méretű rendezvénytér az épületbe, és hát ugye a családunk az már 20 éve foglalkozik itt a városban vendéglátással, azt gondolom, hogy sikeresen, és ennek a vásárlásnak részben olyan racionalizálási okai is voltak, hogy méretgazdaságossági problémával küzdött a Corvin Hotel, és hát két szállodában elég sok racionálisan összevonható tevékenység van, hogy csak egy-két példát mondjuk, nyilvánvalóan egy mosókonyhával kell, vagy egy konyhával kell működtetni mind a két épületet, és ez hatékonysági előnyökhöz is jutatja a vállalkozást. Ez egy átlagos standard szoba, hogyha bejövünk, akkor van egy nappali része, van egy háló része a fürdőszoba, néhány adottsághoz igazodnunk kellett, tehát például a cseresznyeszíli bútorok azok már bent voltak a házba. A közel 150 milliós felújítás során nem csak kívülről folynak a munkálatok, hanem belülről is szétbontották az épületet a szerkezetig, beleértve a fürdőszobákat és a látható burkolatokat is. Az épületen műanyag nyílászárók lesznek, és az egész létesítményt energetikai okok miatt újra hőszigetelik. Nagyon szerettük volna az egységes anyaghasználatot a Corvinnal párhuzamosan kialakítani, hogyha a későbbiekben is fejlődik majd ez a rendszer, akkor egyfajta standardet próbálunk bevezetni. Emiatt az anyaghasználat, a színek, a megjelenés az nagyon hasonlít a Corvinéhoz. Itt talán a lenti vendégtérrel nagyobb a szabadságunk, mert ott a belvárosban a Corvin esetében egyáltalán nem volt helyünk rendes lobby és rendes méretű étterem kialakítására. Itt pedig ez egy lehetőség van arra, hogy ezt így kialakítsuk, azért is történik a lenti bővítés. Az új vezetés számára fontos volt, hogy egy olyan méretű telekkel együtt tudták megvásárolni a hotelt, ahol a jövőben még bőven van építési tartalék további fejlesztésekhez. A 40 szobás háromcsillagos szálloda az eddigi személyzettel fogja folytatni a munkát. Bozó András elmondta, bízik benne, hogy a létesítmény húsvétkor már fogadhatja az első látogatókat.